Jó napot kívánok, sziasztok! Szeretettel köszöntjük vendégeinket, szüleinket, tanárainkat, diáktársainkat az iskolai jelmezbál alkalmából. A Farsang legjellemzőbb eseménye a vidám, állarcos jelmezes bál felvonulás. Hagyomány már iskolánkban, hogy az osztályok csoportosan készülnek erre az eseményre. Az idei jelmezbálra is ez a jellemző. A felkészülést izgalmas, jó hangulatú próbák előzték meg. Szeretnénk, ha ez a jó hangulat a közönségre is átragadna. És mivel tudjuk, üres gyomorral nem lehet jól szórakozni, a felvonulás után sok finomsággal, olcsó árakkal mindenkit vár a büfé. Az osztályok jelmezét, produkcióját zsűri értékeli. Bemutatjuk a zsűri tagjait. Most pedig induljon a móka, kezdődjön a jelmezesek bevonulása. Jó szórakozást, kellemes délutánt kívánunk mindenkinek! Kedves nézőközösségünk, kezdődik hát ünneplésünk. Bemutatunk, igen tarka, nincs itt még a farsang falka. Rám egy bohóc megnevetett, meghozza majd a jó kedvet. Állataink szelítsége, idomárunk ügyessége. Erőművész izmos karja, figyelmünket ide vonja. Nyissák nagyra szemüket, hegyezzék a fülüket. Következik az első osztály.
Semmit nem lehet elég korán elkezdeni. A második osztályosok csecsemőként a muzsika hangjaival ismerkednek. Kapi!
ugye mindenki ismeri. Maga, aki hozzánk is beteleni libuskáit. Aztán, hogy mi történik velük, kiderül a harmadik osztályos
meg, hogy iskolánkban működik egy sport és akrobatika tagozatos osztály. Nekik nem okoz problémát akár kilométereket is megtenni kézzel járva. Következik az 5. osztály. Nézzük, valóban kézzel járnak-e. Kíváncsiak vagyunk, ki lesz a legszebb. Következik a 6. osztály. Zsűritagok, Vanessa Ladgers, Lady Gaga és győzik-e? Első számú versenyzőm, Marichu! Yeah.
hetedik osztályosok az idén is neves vendégművészeket hívtak, Jolit és a kis grófot. Sajnos Jolinak nagy szerelmi bánata van, de hát van itt sok szép lány, hogy megoldják a gondot.
előadásoknak ez az utolsó farsangja itt az iskolában, ezért ebben az évben szép előadással készültek, hogy emlékezetessé tegyék az utolsó jelmezbár. Köszönjük a felkészüléshez nyújtott segítséget Máj Mónikának. Következzék hát a 8. osztály. Nagyon nehéz helyzetben voltunk,
mert azt gondolom, hogy mindannyian, akik néztük, mi voltunk az első nyertesei ennek az egész produkciónak, és úgy döntött a zsűri, hogy 8 különböző kategóriában hirdet győztest. Az első kategória a cirkusz kategória. A cirkusz kategóriát az első osztályosok nyerték. A csecsemők kategóriát a második osztályosok nyerték. A Ludas Matyi kategóriában első helyezést ért el a harmadik osztály. A Gedeon bácsi zenéjére készült fodrászüzlet a negyedik osztály nyerte az első helyet Gedeon bácsitól. A sport és akrobata tagozat nyertese az ötödik osztály. A szépségverseny kategóriában az első helyet elérte a hatodik osztály. Cigántánc kategóriában is csak egyetlen győztes tudunk hirdetni a hetedik osztály személyével. A lambada kategóriát pedig a nyolcadikasok nyerték. Hát igen, sok éve vagyok már a pályán, de ez a mai délután számomra egy első és ugyanakkor felejthetetlen élmény volt. Mindenkinek, kollégának, szülőnek, gyereknek szeretnék gratulálni a zeneválasztáshoz, a koreográfia elkészítéséhez, a jelmezeknek az elkészítéséhez, és további jó szórakozást kívánok. Szervusztok!